A Magyar Vöröskereszt Sátoraljaújhelyi kistérségi szervezetének szervezésében zajlott a véradás az 5. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában. A szervezet rendszeresen tart iskolai véradásokat, ugyanis a 18. életévüket betöltött fiatalok véradóvá válhatnak. Tavasz a diákvéradásoknak az időszaka, valamennyi középiskolában véradást tartunk, hiszen már az utolsó évesek érintettek lehetnek a véradás ügyében. Lehet, hogy első alkalommal nem annyira a véradás iránti elhivatottságból jönnek, de hogyha rossz tapasztalat nem éri őket, akkor stabil véradóká válhatnak, és visszalátjuk őket, miután az iskolájukat elhagyták, a városi véradásokon, lakóterületi véradásokon. Az iskola pedagógusai igyekszenek felhívni a diákok figyelmét a véradás jelentőségére. Elsősorban biológia órákon kapnak a diákok ismereteket arról, hogy mennyire fontos a véradás, hogy ezzel életeket lehet menteni. Ugye műtéteknél, balesetek után azért ez létfontosságú, és ezért minden éven ki is hirdetjük. Az iskolánkban véradást tartunk, illetve amikor a gimnáziumban is véradás van, akkor ők is értesítenek minket, és akkor a diákjaink ugyanúgy átmennek és adnak vért. A Keriben találkoztunk olyan fiatallal is, aki már többszörös véradónak számít. Én már negyedszerre vagyok itt vért adni. Nagyon fontosnak tartom a véradást, hiszen 4 ember életét menthetjük meg ezzel. Iskolában hallottam először a véradásról, illetve szüleimtől. A véradáson résztvevő diákoknak át kellett esniük a kötelező orvosi vizsgálaton, és meg kellett, hogy feleljenek a véradáshoz szükséges alapvető feltételeknek. Alapfeltétel, hogy 50 kilónak kell lenni a véradónak, és 18. életévét be kell tölteni. Utána hemoglobin vizsgálatot végzünk orvosi vizsgálatban, és hogyha minden kritériumnak megfelelnek, semmilyen kizáró tényezőt nem tapasztalunk, akkor véradókká válhatnak, és örömmel üdvözöljük őket a véradók táborában. Az 5. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola diákjai rendkívül aktívak voltak a véradáson, de emellett a Kossuth Lajos Gimnáziumból is érkeztek tanulók, hogy vért adjanak a Keriben.